Itt mögöttem fog állni néhány hónap múlva Bíró Károly polgármester úr szobra. Ő Szabadkának az egyik legsikeresebb polgármestere volt. A 20. század első éveiben, első két évtizedében volt meghatározó szerepe ennek a városnak, az arculatának a kialakításában. Mi büszkék vagyunk rá, és szeretnénk emléket állítani neki, ugyanis hozzá az ő működéséhez, az ő munkásságához kapcsolódik annak a Szabadkának a kiépítése, amelyet mi szeretnénk megőrizni. Ez a szecessziós Szabadka, a közép-európai Szabadka, azokkal az épületekkel, amelyek az ő polgármestersége idején alakultak ki, és elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy ez a mögöttem levő városháza fölépülhetett a 20. század elején. Mi a régi Szabadkát látjuk benne, azt a Szabadkát, amelyhez vonzódunk, amelyet szeretünk. Ugyanakkor el kell azt mondani, hogy abban az időben ez az épület, amely mögöttem áll, a mai városháza, hihetetlenül modernnak számított, és nagy bátorságra volt ahhoz szükség, hogy ezt az épületet akkor fölépítsék a magyar szecesszió jegyében. Ugyanez vonatkozik a magyar szecesszió jegyeit magán viselő zsinagógára, ugyanez vonatkozik a Rájhal palotára, és lévén, hogy ő teremtette meg a számunkra fontos és vonzó Szabadkának az arculatát, egy régi mulasztást pótolunk most azzal, hogy az egész alakos szobrát itt a városháza mellett felállítjuk.